Szent István király ünnepén, amely megdobogtatja minden magyar érzésű ember szívét és lelkét, szeretettel köszöntöm az ünnepre egybegyűlt kedves testvéreket, a főtisztelendő paptestvéreket, a kormány megbízott urat, polgármester urat, közigazgatás, megyei és városi közigazgatás elöljáróit, a képviselő urakat és hölgyeket, a honvédség, a rendőrség, katasztrófavédelem megyei vezetőit, a megyei és városi közintézmények, egyházi intézményeinek, társadalmi szervezeteinek a vezetőit és képviselőit, a történelmi vitézi rend és a lovagrendek vezetőit és tagjait, akik elhozták számunkra a Szent Korona másolatát, hogy Szent István király erekjéjének jelenlétében ez a korona is segítsen bennünket, hogy Szent István királlyal tudjunk lelki közösséget kialakítani, és tudjunk ráhangolódni, hogy az ő életének tanítását, és igenis a mai emberhez is szóló üzenetét meg tudjuk érteni oly módon, hogy az életünket is formálja és alakítsa. Hiszen az ünnep nem emlékezés, hanem tanulás, az ünnep nem visszagondolás, hanem követés. Adja az Úr, hogy mindezt mélyen megértve, méltó módon tudjuk ünnepelni első szent királyunkat. Most testvéreim, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Lelkileg megtompulva, kicsapogásra adták magukat,
kapcsiságból, mindenféle ocsmányságot művel. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őre hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek be a régi embert, akit a csalódva vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Töltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Előjárunk Krisztusban szeretett testvéreim. Érdeklődéssel olvastam a minap a megyei hírlap online kiadásán azt a föltett kérdést, az arra adott válaszokat, hogy mit ünneplünk augusztus 20-án. Körülbelül 300 ember válaszolt erre a kérdésre. 300 emberből 100 tudta azt, hogy ez Szent István király ünnepe. A nagy többség az új kenyér ünnepét, esetleg az alkotmány ünnepét hozta elő, de volt egy jelentős rész, amelyik azt mondta, hogy ez nem jelentős ünnep. Az ő számára ez nem igazi állami, nemzeti ünnep. Eltelt sok évtized, lassan mondhatjuk egy emberöltő, hogy volt egy rendszerváltoztatás, és az a furcsa tudat, amit
évtizedeken keresztül belevertek, beleültettek nemzedékek fejébe, az makacsul ott van. Mint valami furcsa lepel borul az emberek gondolkodásmódjára, és ez a lepel nem engedi, hogy a fény, a világosság behatoljon. Nem rossz emberek ezek, csak egyszerűen azt gondolom, bizonyos értelemben tudatlanok, és még csak nem is ők tehetnek erről talán, hanem meg kell keresnünk, kik a felelősek ezért. De talán mi is mindnyájan, akik nem tudtunk elég erővel a társadalomban jelen lenni, a társadalom előtt tanúságot tenni, fodrásznál lezajló beszélgetéseknél, taxikban történt diskurzusokban kiállni és megvédeni azt a hitet, azt az igazságot, amely ezt a nemzetet megtartotta és megtartja, és erősen hiszem, a jövőben is meg fogja tartani. Nyilvánvaló a tudatlanság, meg valami kétségbeesett elkeseredés, valami kilátástalanság van annak az embernek a lelkébe is, aki talán minden embernél magához közelebb érez egy macskát, és aki úgy gondolja, ez az alkalmas idő arra, hogy Szent István király jobbjáról ízléstelen és gusztustalan dolgokat írjon, a Szent Jobb körmenetet gyalázza, s hogy tudatlanságát megpecsételje, Szent László királyt is kiosztja Szent István király ünnepén, mert hogy milyen kegyetlen törvényeket hozott, ami persze azért is történelmietlen, mert nem lehet 800 évvel ezelőtt hozott törvényeket a mai jogérzékkel mérlegre vetni, de legalábbis szükséges a környező országok más fejedelmek törvényeivel együtt összehasonlítva ítélkezni fölötte. Ha nem csak a tudatlanság, valami gonoszkodás is, valami rossz indulat is van az ilyen ember szívébe, jól teszi az, aki elindít egy imahadjáratot érte, és nem vitázik, hanem azt kéri, hogy mondjunk egy áldást erre az emberre, hogyha értelme nem is tudja most még befogadni az igazságot, egyszer fogadja azt be, mert itt az ember sorsa az, hogy tanuljon. Nem csak a jó pap tanul holtig, hanem minden embernek tanulni kell. A mai embernél jobban ezt talán senki nem tudja. Mindenkinek tovább kell képeznie magát. Senki nem dőlhet hátra kényelmesen, mondva, hogy ő már megszerezte a maga papírjait, ő már kényelmesen végig lóbálhatja lábát az életen keresztül, mert ő már mindent megtanult. A 21. század emberének is, mint a korábbiaknak is tanulni kell, és amit tanulni kell, azt jól meg kell tanulni, és azt jó helyről kell megtanulni. Az igazságot kell megtanulni, azt, amelyben az élet van, és amely az életre vezet, és amely az életre tart meg bennünket. Megindító, hogy évről évre, épp úgy, mint a házasság kötések legtöbbjén az egyház, a sziklára épült ház példáját olvastatja föl. A jegyeseknek, akik így akarnak nekivágni életüknek, közös életüknek, és az Isten áldását kérik. Az egyház tanítása, Krisztus örömhír az a szikla alap, amelyre az életüket kell alapozni, és ezt képesek megtenni. Ha tudnak az evangélium szerint igazodva élni, akkor az egész életük boldog és békességes lesz. Lesz erejük ahhoz, amihez erő kell egy házasságban,
lesz békességük, amely kell a mindennapjaikhoz, lesz a szívükben szeretet és öröm, amelyet tovább tudnak sugározni.